Ez év tavaszán, úgy Szent György nap közelében, a kihajtási, kiverési időszak táján idéztük fel a Máró família három kiváló tagjának vallomásait az egykori nánási pásztorkodás hagyományairól. 23 évvel ezelőtt a népes család két másik tagját is felkerestük, özvegy Máró Andrásné született Olá Erzsébetet és fiát Máró Lászlót. Erzsike néni, aki szintén ismert nánási pásztor családba született, közel 20 esztendőt töltött a gulyalegelőkön, férjével, Máró Andrással. Hát itt laktunk, vagy voltunk a közös legelőnk, úgy hitták elébb, hogy Máté telek, azon voltunk, törzsgulyások mi. Majd azután a nagy legelőn lettünk, apósom helyett, mikor ő már nyugdíjas lett, akkor lettünk a nagy legelőn ő helyette. Egy évet meg a tedejen is voltunk, de az nagyon hosszú volt, mert messze volt hazajárni. Gulyavelisre én kiköltöztem, a gyerekek is jöttek, mikor még kisebbek voltak alsó tagozatok, mert a Süldősön volt iskola, és oda jártak iskolába. De ősszel már mire kezdődött az iskola, akkor hazaköltöztem én is. Úgy jártunk ki. Ennivalót kihordani. Mink együtt a férjemmel 19 évet töltöttünk, ő meg gyerekkorától kezdve azon kívül ott volt kint, gyerekkorától kezdve. Hogyan telt a családok mindennapja ott kint a pusztán, azért elég távol mindentől? Hát a gyerekeknek nagyon jó, tehát azok nagyon örültek a szabadságnak, a szabad levegőnek, ugye a futkározás, nekik nagyon jó telt el a levegő. Meg hát kellett egy kicsit mozogni, dolgozni is, mert a tövisvágást meg elvállaltuk, azt a gyerekek megcsinálták. Az asszonyok élete milyen volt kint a pusztán? Hát az asszonyok sorsa is elég nehéz volt, pláne míg még kemence nem volt kint, úgy haza kellett járni sütni, kenyeres sütni, aztat viszegetni kifele. Hát már mikor kemencénk lett kint, ilyen tábori kemence, akkor már másabb volt, ugye könnyebb volt a helyzet. De amúgy be kellett segíteni a gulyánál is. Hát például reggel, hogyha elindultak, utána kellett csapni a hátulját, mert már mikor a gyerekek nőttek, ugye akkor ők csapták utána, akkor délben, mikor beállt a gulya, az emberek ugye egy cseppet ledültek, ha olyan volt az idő, és akkor nekünk kellett addig rá vigyázni, hogy na elinduljék. Mikor eljött az idő, hogy na már indulni kell, akkor szóltunk nekik, hogy na kelljetek, indul a gulya. A házi munkákat gyakorlatilag ugyanúgy el kellett végezni a gulyás feleségének, mintha egy konyha állt volna rendelkezésére. Hát kint egy szabad katlanunk volt, úgy hittük, hogy katlan, azon főztünk. A konyha begyártajában nem tudtunk főzni, mert hát ott ugye annyira kicsi volt, meg meleg volt, hogy rettetes. Nem volt gáztűzhelyként még abban az időben. Mit lehetett ezekben a katlanokban főzni? Hát gondolom azért elég behatárolta a lehetőségeket. Mindent meg tudtunk rajta főzni, mindent. Megfőztük, mint a zöld paszújt, vagy bármi húsleves, mindent megfőztünk rajta. Csak hát egy kicsit kormolt. Átlag vasfazikba főztünk, ami olyasmi volt. Visszatetszik emlékezni, hogy körülbelül egy héten milyen ételeket főztek? Hát átlag lebbencsleves, pirított tésztaleves, paprikás krumpli, öhön, vagyis lambucnak mondtuk már most. Ezeket főztük átlag, de megfőztünk, mint mondom, húslevest vagy ilyesmit is. Egykoron a kenyérsütés a gazdaasszony egyik fontos feladata volt. Egy leány addig nem is mehetett férjhez, míg nem tudott kenyeret sütni. Többféle kemencét építettek, felénk általános volt a bogja kemence. Ez bogja kemence, de van sifon kemence is. Nekünk e volt, mert ezt ugye dirib darab téglából összerakta, és ezelőtt valamikor a rendes kemencét kóróból csinálták. Felállogatták a górót, akkor betapasztották elébb kívül, azután belől, azt este kiégették, addig ütögették, verték a sarat hozzá, hogy az megkeményedjék, egész éjszaka égették, azt utána lehetett benne kenyeres sütni, vagy akármit. Habár elébb kipróbáltuk valamivel, hogy vagy dübbencset, vagy pogácsát, vagy perecet, valamit ilyesmit sütöttünk elébb benne. Még a tepsik is ott vannak, a régi tepsik a kemencetet helyén bent. Négy kenyeret, egy cipót sütöttem minden héten. Átlag szombaton sütöttem, akkor sütöttem véle, vagy előtte, vagy egy kis pogács, amikor mi hát, csak ilyesmi, vagy perec, vagy ehhez hasonlókat, vagy dübbencs. Átlag én ahhoz szoktam hozzá, ilyen tepsis dübbencs, megkutyultuk élesztővel, megkelt, akkor a tepsit megzsíroztuk, beleöntöttük, lezsíroztuk a tetejét, és be a kemencébe. A dübbencs egy igazi hajdúsági tésztaféleség, aminek a receptjét most Erzsike néni ismerteti. Megfőzzük a krumplit, elreszeljük, hozzáadjuk a lisztet, a sót,
egy kis az élesztőt megártassuk meleg vízzel, ha van tej, akkor tejjel begyúrjuk, hogyha nincs tej, akkor csak vízzel, akkor megkél, utána zsírral kiszaggassuk, rakjuk a tepsibe, akkor megint kél egy kicsit a tepsibe, és utána megyen besütni. Ez a kiszaggatás, ez hogyan történik? Tehát milyen formája van ennek a dübbencsnek? Hát mi csak így kézzel vettük a tésztát, egy kicsit megnyújtottuk, összehajtottuk, és tettük a tepsibe bele. Ha mégsem állt rendelkezésre kemence kint a gulyáskunyhónál, akkor ilyen kenyeres ládákban vitték ki az egy hétre való kenyeret. Ez a láda éppen akkora, hogy egy szekéren az ülést tudja pótolni, no meg ha szükséges, asztalként is jó szolgálatot tett. A sütés-főzés mellett az asszonyok egyik alapvető feladata a mosás, a ház rendben tartása. Mosni hogy tudtak kint a pusztán? Hát vittünk ki mosóteknőt, és akatlanul melegítettünk vizet, és abban mostunk. A vízvétel, az hogy történt? Hiszen gondolom nem volt ugyanúgy, mint bent a városi házaknál, nem, kút az udvarban. Nem, a kellett, már a gulyakútról hordtuk a vizet, de hát ugye már a gulyakútba én is belálltam, én is húztam a vizet, még sőt, néha segíteni is kellett, hogy hát... Az itatásnál. Igen, igen, itatni. Tehát akkor ez egy elég kemény munka volt. Hát az volt elég kemény munka. A pásztorok családja ki volt téve az időjárás viszontagságainak, így nyaranta bizony sok nehéz percet éltek át egy-egy égi háború tombolása során. Az borzadalmas volt, ha ítéletes idő jött, ugye, és ezelőtt az írtó sötét fellegek jöttek, hát most nem látni olyat, nem láttak sehol semmisre, csak akkor, mikor villámlott, akkor láttak, és a jószágot ugye ez a vihar tolta lefele, akkor kiabáltak, hogy tüzet, akkor egy kivecsutkával ment, kintebbre kiszaladtam, azt meggyújtottam, hogy tudják tájékozni magukat, hogy hát hun vannak. Hát félő volt az engésben, úgyhogy szóval iszonyatos volt. Tetszik arra emlékezni, hogy esetleg valamilyen tragédia is történt, ilyen villámcsapás vagy alkalommal? Mi nekünk a saját gulyánkban, mikor törzsgulyások voltunk, két üszőt csapott agyon az ítélet. Folyathatnék volt, azt egymásra ugrott, és mind a kettőt agyon csapta. Ugyanakkor egy kovács fiút a másik gulyánál asztat is agyonvágta. Azon kívül, hogy a háztartást ellátták, tetszett említeni, hogy segítettek kint az embereknek. Igen. Volt-e valamilyen szórakozási lehetőségük? A semmi se. Egész nyáron semmiféle szórakozás nem volt. Se a gyerekeknek, míg kisebbek voltak, semmi se. Kikkel tudtak úgy érintkezni, tehát beszélgetni, összejönni a pusztán élő tanyasi emberekkel? Milyen volt a kapcsolatuk? Hát aki közel volt hozzánk, egy-két tanya, abban jó volt a kapcsolat. Jó barátságban voltunk, de emígy más szórakozásunk nem volt semmi se. Csak esetleg, hogyha jöttek a jószág tulajdonosok ki megnézni a jószágot, azt akkor avval elbeszélgettünk, hogy na mihér van, mi újság van, e volt a szórakozás csak. Szokás hagyomány volt, hogy a pásztorokat időnként meglátogatták a gazdák, szemrevételezték a jószágaikat. Ilyenkor szokásban volt, ahogy akkoriban mondták, aki otthonról gyűjt, annak illet ajándékot vinni, mikor mit. Egy kis italt, kalácsot, ezt-azt. Vagy egy kis pálinkát hoztak, hát nem fél litereket, csak két deciket hoztak, vagy egy darab szalonnát, vagy ehhez hasonlót. Volt, aki a felesége kalácsot sütötte, és akkor küldött ki. Nagy szokás volt még. Például Nyíregyházáról a térpákok túl is járt jószág, azok meg soha nem jöttek üres kézzel, gyümölcsöt, vagy azok mindig hoztak valamit. Azoknak a volt a feltűné, mikor sütöttem, éppen akkor fűtöttem a kenyérnek, és ganéval fűtöttünk. Ugye azt, hát hogy ehessük meg a kenyeret? Hát mondom, jó ember, megvan ez száradva, azt ugye elég utána kihúzzuk, egy kis csapadékot csinálunk, felcsapassuk, aztán hát nem érzik azon semmi se. Tetszett említeni, hogy a kemencébe száraz tehén trágyával tüzeltek. Igen. Tehát ezt akkor gondolom a gyerekek feladata volt. Igen, összeszedni. Igen. Ők megforgatták, azt akkor, mikor megszáradt, szedtük össze. A trágyát másra is használták, ha jól emlékszem. Tapasztásnál, ilyesminél használtak valamilyen lótrágya, vagy valami hasonlót? A lótrágyát használták, igen, de a tehéntrágyát nem használták. Az csak tüzelésre. Esetleg arra használtuk, mikor az új kunyhót megcsináltuk, mert majdnem minden tavasszal csinálni kellett a kunyhót, akkor a mézbe tettünk, hogy a hasítékot jobban befogja. A pásztorember megélhetése mindig attól függött, mennyi jószágot adtak a keze alá.
hogy az azért járó juttatás mennyire volt elég, milyen életet tudott biztosítani családjának, az már a korgazdasági helyzetén is múlt. Mi a ménesnél 5 penny, abban bérünk, meg egy fél kilószalon darabonként, meg 6 legelőt kaptunk pluszba. Tehát jószágtartás? Meg ott szabad jószágtartás, hogy baromfő disztagon, meg kunyhónál. Tehát a darabonként 5 pengő, ez mit jelentett? Hány darab jószágra pásztoroltak? Hát, a ménes 400 darab volt, 550. A Gulyánál volt, ott volt a jámeső gulya, az 900 darab körül volt, az a nagy ökör volt. Már Laci bátyám gulyája az volt, mikor 1000 darab volt. Hát akkor ez gyakorlatilag szép pénz volt. Jó pénz volt. Jó, hát meg lehet belőle élni. Most egy kis viszonyítást csináljunk, tehát 5 pengőért például mit lehetett vásárolni abban? Hát mondom, abban az időszakban volt úgy hittük, hogy stutz nadrág, ilyen sorot nadrág volt, mint a kangár, olyan, ahol 5 pengő. Egy pácsizsma 18 pengő volt, tehát el lehet hasonlítani. Hát a keresetet azt mondhatom, hogy egy átlagos jövedelem volt, mint egy parasztemberé, ahova valahogy képest volt a jövedelmünk. Nem volt nagy fizetés. Annyit tett, hogy hát jószágtartás meg volt engedve, azt valamennyi jószágot tartottunk, és az pótolt. Mert volt 2 fejes tehén engedve, akkor 6 bárány disztau szaporulatával, aprólikot annyit tarthattunk, amennyit akartunk, és ez pótolt. A pásztorok a beverés után sem ültek tétlenül, egyrészt volt kötelességük az istállóknál, másrészt egyéb módon foglalták le magukat. Az emberek eleinte, mikor még nem volt bikás, a kenderes kertben volt a bika, azok télben minden embernek tölteni kellett a hetelist, úgy hitták, hogy egy hétig volt az egyik gulyás, másik héten a másik gulyás, ez ősztől tavaszig így ment. Na hát kaptak érte fizetést, de ők teljesítették ezt a kötelességet. Majd később már a helyzetváltozással, ott már volt bikás fogadva, és akkor már hát átlag ezzel a bőrmunkával foglalkoztak. Sokak számára, nem ismerve a pásztortársadalom kemény világát, egyfajta romantikus valami lehetett ez az élet. Erzsike néni azonban némileg más véleményen volt, és arra a kérdésünkre, miszerint ha még egyszer születne, vállalná-e ezt az életformát, igen határozott választ adott. Nem vállalom. Habár annyiból, hogy most már tanya van nekik, azt mondhatni, nem az a kis meleg kunyó, mint nekünk volt, de abba, amiben mink voltunk, nem vállalnám. Nem. Volt olyan eset, hogy hát hazajöttem, azt, mire kimentem, szakadt az esély, azt mindenütt becsorgott. Nem győztük ide tálat, oda tálat rakni, mert hát szóval felszedelmes volt, ha olyan nagy özön esély jött. Nem vállalnám. Erzsike néni családjából már csak László fia élt otthon, aki ha néhány évtizeddel korábban születik, akkor méltó utóda lehetett volna a pásztormároknak. Így azonban már csak gyűjti a régi élet mesélő tárgyait, ismeri azokat, illetve a bőrmunkát, a bundakészítést gyakorolja. Ellestük a szüleinktől, nagyapáinktól, ők ezt csinálták, benne voltak, lefigyeltük, mi is benne, mint gyerekek mi is csináltuk, segítettünk benne, és utána rájöttünk, hogy csináljuk. Meg ápoljuk vele a hagyományt. Megőrizni a jövőnek. Megőrizni, igen. Mi mindent csinál? Mi minden dolgokat gyűjtött hát össze? Hát én, apám csinálta a karikásostól, biskatartok mindent. Én csak a bőrkikészítéssel foglalkozok. Bőr vagy a dohányzás kohú. Bőrkikészítés után meg a bunda csinálása. Azt. Csodálatos, gyönyörű szépek ezek a bundák. Hogyan lesz a birkabőrből bunda? Hát a birka bőrből úgy lesz, hogy először is 6 racka bárány kell hozzá, hogy bunda legyen, mert általában rackából csinálták. A nánási pásztorok azt szerették. 6 racka bőr kell hozzá, azt kikészítsük, kimossuk, becsávázok, kikészítsük és megvarjuk. Kiszabjuk, majd megvarjuk. Hát ez így most nagyon egyszerűnek tűnik elmondva, de hány fázison megy keresztül az a bőr, amíg varrásra kerül? Hát több. Először a mosás az az első. Ki kell mosni. Beáztatni, kimosni. Mivel áztatják, mosni, vagy csak sima? Hát, valamikor hideg vízzel áztattuk, kimondottam, de most már annyira szennyesek a bőrök, hogy most már mosószer is kell bele egy kis mosószer. Beáztassuk és kimossuk mosószeres vízbe. Majd kimosás után csávalevet készítünk. A csávalé az egy marik só, egy marik timsó és egy kis sósavval keverve felfőzött léhez magyarul. Ebben a csávalében mennyi ideig áll a bőr, a nyers? Nem áll benne, mert
mi csak lekenjük vele. Tehát lehetne olyat is csinálni, hogy állna benne a bőr, de csak lekenjük vele, minél kevesebb anya kell. Egy bőrhő 3 deci csávalé elég, így. Lekenjük vele, egy 24 óráig úgy áll a bőr, abba azon nyers állapotban be van kenve, össze van hajtva, és úgy áll a csávaléba a bőr. Majd másnap a 24 óra után kiterítsük, és az megszárad az a bőr. Megszárítsuk, majd jön a törés. A törésnek az első fázisa szúrholó késsel megy, egy kerekórú kés, szúrholó késsel, azzal törjük ki. Majd utána, hogy puhuljon, van egy kákó, és a kákóval lekákózzuk, hogy puhuljon. Ez 3-4-szer megismételjük, és tökéletes. A legutolsó fázis, lesmédlizzük a bőrt, hogy szép, sima legyen, sejmes legyen, puha legyen. Majd utána, amikor ez is megvan, ha a szőre olyan állapotban van, hogy csapzott, kifosszuk. Ez hagyományos kézzel, átfosztogassuk. Ez a fosztás, itt ezen a bundán meg tudjuk egy picit mutatni? Persze, hogy... ez amikor össze van csapzva a szőr, ezt a csapzott szőröket így átfosszuk. Szálkásabb legyen, ne legyen. Mert ez eredetileg ilyen össze zsírosodik, és szíjjel szedjük a szőröket. Egyúttal azt is látjuk, hogy a rackának milyen hosszú. Hát igen, 10-15 centi hosszú a szőre. Belőle merinóbőrt használunk. Két elejbe teszünk, egyet meg a hátuljába, hogy melegebb legyen ezzel is. A varrást azt milyen tűvel, cérnával, vagy egyáltalán mivel készült? Bőrrel varják össze? Nem, fonallal varjuk össze. Ez kimondott vastag fonal, és 3 éli tű, tehát 3 sarkos tűvel varjuk össze. Ezt Vautz varrással csináljuk. A Vautz varrás azt jelenti, hogy a két bőrt összetesszük, és utána közé duplán összehajtunk még egy bőrt, hogy erősebb legyen. Ezt duplán elvarjuk, és úgy. Kézmunkával az elég nehéz lehet. Ez rengeteg, rengeteg varrás van, az a legtöbb a varrás. Ez rengeteg a varrás. A kezüket nem szurkálják össze, ez nehéz ezt a bőrt varni? Nehéz, vagy? Nehéz varni, biztos nehéz. Ezt a mama végzi, ezt a varrást. Női munka. Női munka. Egyéb munkát, az mindent én. Tehát akkor elkészült, összevarták a bundát, és akkor kész. Még kerül rá egy akasztó, egy gomb, gallér. A gombot azt saját bőriből csináljuk, és ezt össze lehet akasztani. Meg ajkötést szoktunk neki csinálni. Az ajkötést 15-20 centire felhajtsuk, és felkössük. Ezt tetszés szerint lehet lejjebb-feljebb engedni, kinek hogy méretre. Egy ilyen bundát, hogyha használnak, tehát gondolom azért csak télidőben használták, vagy használták ezt nyáron? Nyárban is. Éjszaka a pásztor a jószág mellett hált. Ez nyárban, ez volt a ágy magyarul. Ebbe háltak. Nem benháltak, kinháltak a jószág mellett. Mennyi ideig tart egy ilyen bunda? Hát szerintem ez hosszú életű. Hogyha ezt megbecsülik, nem áztassák el, azt hiszem egy embert is kiszolgál, hogyha ez meg van becsülve. Tehát akkor arra vigyázni kell, hogy víz ne érje, hát ne ázzon kis, meg. Kevés víz érheti, de túl sok ne érje, mert utána megkérgesedik, megkeményedik, a bőr nem tud vele csinálni semmit se. És ha elpiszkolódik, elkoszolódik, vagy ez nem volt számottevő, hát mit tudnak vele csinálni? A pásztorok a fekete bundát szerették éppen ezért, hogy hát nem látszik rajta a kosz. Hát ha elhasználódik, újat kell csinálni. Nagyon sok tárgyat látunk itt kikészítve. Ezeket a csengőket, harangokat milyen jószágokra tették? Hát az apraját azt a birkára használták, a nagyját azt jószágra. A egész nagyokat az tehénre, a kisebbeket növendékre rakták. Ezek kisebbek, ezek 2 literesek. Ezek nagyobbak, ezek tehénre való, ez páros harang. Az apraját pedig a birkára. A csengőket bárányra vagy csikóra használták. Külön van itt, amit a kutyára rakták, ezt kutyacsörgőnek hívják. Ezekről a pásztor mindig tudta, hogy éppen a jószág vagy igen, a kutyája igen. Merre, összetartott a jószágot, meg este tudta, hogy merre mennek, merre megy a jószág. Hány tehénre vagy birkára számítva egy-egy harangot, csengőt, mennyire hát valamikor 50-100 darabra tettek egyet. Hát egy pásztornak 8-10 darab harang kellett, vagy csengő, vagy pergő legyen. Miből készültek ezek a harangok? Hát ezek rézzel ötvözött acéllemezből, egész kemény acéllemezből készültek ezek a harangok. Nagyon szép hangjuk van, de szinte mindegyiknek más. Hát igen, az aprajának kisebb, mert hát úgy rakták fel is, hogy kisebbet, nagyobbat, hogy összehangoljon.
dallamszerűen szóljon. Nagyapámtól származott ez a berakás, ez annak a mintájára készült ez. Ez a Nánási könyvben is benne van ez. Még használtak bicskatartót is, ebbe a pásztorok ebbe rakták a bicskát. Ez is bőrből, minden része bőrből készült? Igen, bőrből készült, ez marha lábszárbőr. Le van a mészsel, lefejtik róla a szőrt, kifeszítik egy deszkára, és utána benyersítik, és egy formára ráöntik, majd bekötik, és besallangozzák, kicsipkézik. Egy ilyen csont, birka lábszárcsonttal pedig leszorítsák. Ebbe rakták a pásztorok a kést, és a nadrág szíjon hordták ezt a... Ez volt az úgynevezett pásztorkészség, de emellé még más is tartozott. Igen, hát a dohányzacskó is, ez ilyen tűzkőtartó is volt. A dohányzacskó, az ez. Benne található dohány. Ezt használták. Aki pipált, a pipát ebből tömte meg. A pipához tartozott még egy pipa szurkáló, ez nyúl lábszárcsontból készült. Ha bealudt a pipa, ebben megpiszkálták. A pipa szárat fából faragták, vagy? Igen, fából. Hát ez megy fából, vagy ilyesmiből faragták ki. Saját maguk készítették a pipa szárat. Kedvelt hangszere volt Hajdunánáson nem csak a pásztoroknak, hanem a városban élő embereknek is a citera, vagy ahogy itt nevezik a tambula. Igen. Ezeket is saját maguk készítették? Hát, vagy vásárolták. A ügyesebb pásztor lehet meg tudta csinálni, de ezt is úgy készítették. Szóval nem gyári, hanem saját kezőleg készült. Hát ezt vásárokba vették a pásztorkalapot, emellett vagy darutólat, vagy túzoktól alatt hordtak. Volt annak jelentősége, hogy darutól vagy túzoktól volt a pásztorkalapja mellett? Tehát hát, utalt az arra, hogy csikós vagy esetleg gulyás? Nem. A gulyások azok inkább magasabb szélű kalapot hordtak, a csikósok keskenyebb szélűt. Máró László nagy szeretettel gondosan őrzi édesapja, nagyapja, ősei mindennapi életének tárgyait, a pásztor élet meghatározó relikviáit. Fontos ez, hiszen már akkor, jó két évtizeddel ezelőtt is igencsak fogyóban volt a hajdani pásztortársadalom, akik azóta szinte mindannyian elmentek a mindenélők útján. Szerencsére ma már a Kenderes kertben az Élő Pásztor Múzeum őrzi a pásztori város örökségét, a szürke marha állomány visszahonosítását, a kihajtási-behajtási ünnepségek rendszeres, éves megrendezése visszahoz valamit abból az életből, ami valaha városunk polgárai javarészének a megélhetését biztosította.